Két puszi. Irona néni. Isten éltesse sokáig 90. születésnapja alkalmából. Ezt hoztam önnek. Újabb két puszit hagydokja. Tessék parancsolni. Köszönöm. Húha, aztán azt is hoztam. Ezt a kolléganő hozott igazából. Hamarabb jön. Leraktam. És a legfontosabb dolog, amit hoztam, az meg ez. Miniszterelnök úr üdvözletét küldi, én vagyok a postása. Köszönöm szépen. Jaj, meg tetszik fogni, jó. Biztos maga az, aki 90 éves? Tuti? Nem a nővére, anyuka vagy valami és nem? Maga? Tuti? Nem néz ki 90 évesnek. Nem, én vagyok a 90 éves sajnos. Akkor jó tetszik tartani magát? Ilyen fürge 90 éves még nem láttam. Sokat kell dolgozni, és akkor így nézünk ki. Aha! Ez a hosszú élet titka is? Ez a hosszú élet titka. Na, hát akkor kérem szépen, mindenki dolgozzon sokat, és akkor lesz 90 éves. Mindent kell csinálni, amit jön, nincs válogatás, és akkor megy. Hoppá, az igen. Na hát. Úgyhogy sok mindenen keresztül kell menni. Mindjárt is tetszik mesélni, mert kíváncsi ember vagyok, jó? Csak tessék leülni, ne tessék itt elcsorogni. Annyit tudok, hogy pont 90 évvel ezelőtt tetszett születni. Igen. Tehát a mai nap. Hol tetszett születni? Balaton főkajáron. Balaton főkajár. Az valami vasút megállóról rémlik nekem. Hát az, hogy mondjam, akaratja. Igen. És akkor van. Balaton, így van, Balaton főkajár. Csaják, füle, aha. Akaratja, legsé. Akkor ez az északi vagy a déli part hoztam? Északi part, de ott egész az eleje. Igen. Uh-huh. Az igen, az szép hely lehet. Hát akaratja szép. De a felső kajár most akaratjához tartozik hát, már? Hát vagy... már nem voltam 50 éve. Tényleg? Ajajajajaj. Olyan régen el tetszett onnan jönni? Honnan eljöttem még 57-ben, 61 éve. Uh-huh. Éhez mentem, idejöttem Pestre, uh-huh. És azóta itt vagyok. Na, hogy a férje az pesti ember volt. Igen. Uh-huh. Az a Rejter Ferenc utcában volt, uh-huh. Ott értem 40 évé. És a Rejter Ferenc utcában már én jöttem csak ide, uh-huh. Egyedül. A férjem az már 44 éve meghalt. 44 éve egyedül tetszik lenni, igen. Ez szép. Úgyhogy. Gyerekek vannak, egy lány. Fiú. Ez az egy lány van. Igen, de unoka az van több, úgy hallottam. Ott van egy, meg másik még. A szolgálatban van, mert mind a kettő tűzoltó. Oh, gratulálok, az jó dolog. Úgyhogy lányrovasok. És mivel tetszett foglalkozni? Olyan sok felé volt. Először is 20 éves voltam, akkor Kenese honvédülőről tetszik tudni, hol van, biztos. Igen, mert ott van a Műegyetemnek is az üdülője nem messze. És hát ott kezdtem dolgozni, ott konyhán voltam, uh-huh. Kézilány. Aztán a bajó világban az volt, hogy békekölcsönt kellett. Jegyezni, igen, jegyezni. Azt hallottam róla, csak viszont, a szülők mondták. Én a békekölcsönt megjegyeztem, de viszont már 20 éves voltam, el is múltam. Hát még akarták, hogy még többet. Uh-huh. És kevés volt a pénzem. És abban még öreg lányadót is kellett fizetni, mert hát ugye... Micsoda? Én 20 év után nem mentem félre, az gyerek nem volt, hát így... Öreg lányadót volt, igen, ilyen adó? Igen, miket meg nem tud az ember? Azt a mindenit. Utána és 20 évesen már öreg lánynak számított? És? 20 évesen már öreg lánynak számított? Igen, 20 évesen már öreg lánynak számított. De változnak az idők, most már 20 évesen még gyereklánynak számított. Úgyhogy kisakadtam, mikor a Boros Péter 2 évvel ezelőtt mondta, hogy gyerektelen adót kell fizetni. Na, akkor ezek szerint volt olyan régen. Mik vannak? Úgyhogy utána, amikor férhez mentem, vagyis még utána aztán el is küldtek, mert a politikai tisztnek mondtam, hogy hát mondom, nem tudok, hát ennyit fizetnek, és még HTK-t is kellett, mert a honvédség vett át, mert ez valamikor szoktudó volt. És mi az a HTK? Hát az olyan volt, hogy honvédségi tartozás. És hát ugye akkor a... amit lehetett, fogtak és elvitték. Aha.
És nekünk kellett megfizetni a dolgozóknak. Tehát amit elloptak. És mondtam, hogy azt is fizettem, öreg lányadót fizetek, ebédért fizetek. Akkor abban már nem fért bele a békekölcsön. Hogy hívják, ott vonatot is kellett fizetni. Hát ez így nem ment. És akkor mit mondott a politikai tiszt, hogy azt befizet mondta, hogy igazam van, de nem lehet igazam. Az jó. Hát, akinek, ha igaza van, és mégsem lehet igazam, hát az mi azt mondja, és most mit akarok? El akar menni? Mondom neki, én magamtól nem megyek el, hát ha elküldenek, akkor elmegyek. És elküldtek. Na, utána a fűszőgyártelepre mentem, ott voltam a kantinban, üzemi konyhán. Aha. Ott már úgy voltam, mint betanított szakács, onnan is mentem férhez. Úgyhogy mindenhol, mondjuk a munkámat megbesülték, mert a honvédségnél is kaptam jutalmat. Hogy hívják be? A másik munkahelyen, fűszfői gyárba, ott kiváló dolgozó lettem. Hoppa. Amikor férhez mentem, hát egy darabig nem volt munkám, mert akkor 57-ben nagyon nehéz volt, és én 57-ben mentem férhez, hát akkor nehéz volt nagyon munkát találni. És hát utána aztán 60-ban már el tudtam menni a postánál voltam. De azt már itt Pesten tetszett lenni itt, a postánál. Azt már itt Pesten. Az jó. És manapság mit tetszik csinálni? Hát a mai nap még csak ide készülöttem, tegnap. Amit tudtam, sütöttem. Maga sütött? Én sütöttem. 90 évesen? Bizony. Hát, igen. A családot vendégül. És hetente etett minket. Hoppá. Hoppá. Az igen. Az igen. Mondom, nem néz ki 90 évesnek. Egy 15 évet letagadhat. Lehet, hogy nagyon, nagyon sokat kellett dolgozni. Hát, azt gondolom. Gondolom. Telek volt. Igen? Merre volt a telek? Itt már Pesten, Pilisvörösváron. Pilisvörösváron. És gondolom, akkor oda kijártak. És oda jártam ki. Hát volt rajta egy kis vikiló, volt, amikor nyáron kint maradtam, és kint, mert tudtam fát kellett metszeni, szőlőt metszeni, palántázni. És maga mindenhez ért. Kapálni. Aki a meccéshez ért, az már tudományos fokozatot kaphat, mert... Hát én nem tudom, én megcsináltam. És mindig sok volt. Igen. Sok fa, sok meccés. Mindig volt sok ráta. Akkor viszont jól is tetszett meccseni. Nekem nagyapám kertész volt, nekem még ilyen pici gyerek voltam, még próbáltam magyarázni, de nem értettem tőle. Hogy meg nyit, hogy a két ezért ügy, és akkor mögöttem meg előttem. Meg kell nézni, és akkor el kell olvasni, és akkor megy. Ha csak így nem, akkor biztos. Aztán utána már belejön. És milyen itt lakni az Újszász utcában? Hát sajnos most már menni nem tudok sokat. Nem tud menni, hát itt szaladgált az előbb. És nagyon szerettem volna körbejárni ezt az egész környéket, mert nagyon szép. Ameddig el tudtam menni, láttam, hogy nagyon szép ez az egész környék. És én szeretek itt lakni. Csöndes. Senki nem háborga. Szomszédok rendesek? Nagyon rendesek ezek a szomszédok, akik itt vannak. És a velem szemben erről is rendesek. Ritkán látom, mert ő is szakács, aztán amikor van ideje, csak akkor látom, hogy na most megjött, vagy megy el. De nagyon rendes. Fönt emeleten hát arra nem járok, de ismerek úgy látásból, meg szóba állnak velem, beszélgetünk. Hát, mint a 16. kerületben, egy nagy falu vagyok. Na, ennek körülök. Mindig van mit csinálni. Mosni is kell, vasolni is kell. És mi az unokája kedvenc étele, amit szokott neki főzni? Hát, most megeznek minden. Igen? Hát látszik rajta mondjuk, hogy jó erőben van. Mikor a kicsik voltak, óvodások voltak, akkor a gombóc meg a palacsinta kellett neki. Mikor mentem az óvodába, értük, és odaérek, mondják, hogy mama, hoztál palacsintát? Hoztam. Következőbe mentem, hoztam gombócot? Hoztam. Elneveztek a óvónők gombócos nagymamának. Én voltam a gombócos és a palacsintás nagymama. Az igaz. Ilona néni, elköszönöm, jó egészséget kívánok. Tessék magára vigyázni, jó? Köszönöm.
És amikor 5 év múlva 95 éves lesz, akkor jövök újra, jó? Hol van az még? Hát 5 év, pont. Viszontlátásra, minden jót. Köszönök, minden. Sokkal viszontlátásra. Minden jót, kevés munkát, viszlát, minden jót. Köszönöm. További jó egészséget. Köszönöm. Szépen, viszontlátásra. Viszontlátásra. Istenem, köszönöm.